Egymást érik az autók itt a hírhet metró csomópontnál, szakemberek és mindennapi autósok szerint is ez a város egyik legveszélyesebb kereszteződése. Mivel jelzőlámpa nincs, akármelyik irányból érkezünk, szinte lehetetlen rákanyarodni a 83-as számú főútra. Az út egyértelműen kinőtte a naponta erre haladó forgalmat. A sok törmelék az útszélén is arról tanúskodik, hogy naponta történnek itt kisebb-nagyobb balesetek. Régóta várunk a megoldásra, amire most legalább a remény megvan. A közelben építeni ugyanis bevásárlóközpontot az Osan, az önkormányzat pedig csak azzal a feltétellel bólintott rá a fejlesztési tervekre, ha a francia multi hozzájárul a balesetveszélyes csomópont átalakításához. Úgy tudjuk, a madaras áruház komolyan gondolja a dolgot, hiszen jó mélyen a zsebébe nyúlna. A tervek szerint 1 milliárd forintot áldoznának az M1-es autópálya fel- és lehajtó csomópontjának felújítására. Hogy ez pontosan mikor történne meg, arról csak elképzelések vannak. Egy biztos, a főút korszerűsítése előkészületi stádiumban van. Már az idén elkészül egy tanulmány, amelyben több lehetséges nyomvonalváltozat is szerepel majd. Vagyis egy kicsit még várnunk kell a megoldásra, de ha minden jól megy, akár már 2013-tól egy vadonatúj hipermarketbe mehetünk bevásárolni, és ami még fontosabb, komolyabb balesetveszély nélkül közelíthetjük meg a kiszemelt boltot.